Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai debreceni dharmabeszéden. Örülök, hogy ennyien egybegyültünk. Megköszönöm Dokhe Szunin bevezetőjét. Azzal a kérdéssel indítsuk, hogy valójában mi van a zen kör közepén? És akármit gondolsz, az elején te vagy a közepén. Tehát az elején úgy indul, hogy mi vagyunk a világ közepe, akármennyire is mást szeretnénk gondolni, de valójában másokat szeretnénk ugyanúgy középre behívni magunk mellé. Csak hát az ugyanem megy. Akkor már közösen kellene a középponton osztozni, és egy idő után rájövünk, milyen jó, hogyha a kör közepéből majd kiállok, és akkor nem találnak ránk olyan emberek, akiket nem szeretnénk. Nagyon nagy örömmel várom a kérdéseiteket zen gyakorlattal, zen tanulmánnyal és azzal kapcsolatban, hogy az életben hogyan hasznosíthatjuk a zent. Kinek van kérdése? Hogyan lehet tanítások által úgy élni, hogy közben a tanításokat elengedjük és nem görcsölünk rajta bizonyos szituációkban? Hogyan tudsz úgy te átinni, hogy a csészét utána elengeded? Sikerül? Nem. Dehogy nem, megmutatom, nézd meg. Itt van a víz. Megittam, letettem, elengedtem. Mindenki boldog. Sejtettem, hogy megint az elengedéssel kapcsolatosabb. Igen, de mivel kezdődött? Megfogással kezdődött. Tehát az a legnagyobb probléma, ha valaki ragaszkodik a tudat tárgyához. Ez az első nagy probléma. Akkor ragaszkodtam a formához. És hogyha ragaszkodom a gondolatokhoz, érzelmekhez, beszédhez és cselekedethez, nem tudom a múltat elengedni. A zenben ezért térünk vissza erre a pontra. Ebben a pillanatban megvalósul az elengedés, és lehetővé válik egy újabb tudattárgy megtapasztalása, megfogása. A másik probléma az, hogyha ragaszkodsz a szabadsághoz, akkor egy üres tenyérhez ragaszkodsz, és nem tudsz vele megfogni semmit. Nem vagy hajlandó behajlítani. Nézd meg a csecsemőt. Az első reflex a kézzel az, hogy a szülő odarakja azt a hatalmas nagy mutatóujját, és a kicsit így fog, és így rá kulcsolja a kezét. Az valami fantasztikus, ez a fogóreflex. Ez az emberben eszenciális. Tehát a fogóreflexeink sokkal erősebbek. A tapasztalásra való éhségünk sokkal erősebb. De ahogy növekszünk, meg kell tanulni, és a tanoknak ezért van fontos szerepe, elengedni ahhoz, hogy korrekt módon tapasztaljunk, sőt, korrekt módon fogjuk meg a következő eseményt, a következő tapasztalatot. Tehát ragaszkodom a formához, az érzékszervi hatáshoz, a gondolkodáshoz és a tudat bármely tárgyához, pillanatokat megtelek. Látsz olyan túltöltött embereket, hogy nem tudják abba hagyni ennek a környezetbe való kisugárzását. Nem tud nyugton maradni, nem tud csendben maradni, nem tudja a másikat befogadni, mert tele van. Ez az, amikor ragaszkodunk a lélektartalomhoz, és a tudatosság nem választódik le róla, és a tükör nem tisztul, hanem mindig ott van a rúzsal az üzenet, mindig ott van a borotva habfolt. És a másik probléma ugye, amikor annyira szeretem az ürességet, hogy már énekeket gyártottam róla, és még mindig ragaszkodom a szabadsághoz, és ez az elmagányosodásnak egy másik formája. Úgyhogy, ha kell, fogd meg, ha kell, engedd el. És a tiszta tudat az arra alkalmas, hogy mindig felismered, hogy milyen helyzetben vagy, milyen kapcsolatban vagy, és mit kell tenni ahhoz, hogy a helyes irányban menjünk. Helyes irány az nem rejtély. Minél felébredettebb tudattal éljünk, segítsük ehhez hozzá a másikat is, és minél harmonikusabb életet éljünk azért, hogy csak a négy nagy szenvedéssel kelljen foglalkozni, születés, öregség, betegség, halál, és az ember által teremtett nyomorúságokat lehetőleg csökkentsük a minimumra, vagy pedig teljesen szüntessük meg. Miért? Mert lehet. Tehát a háborút, éhínséget, klímaváltozást, erőforrások kimerítését, egymás különböző sanyargatását, ezt nem kell tennünk. Erre nem vagyunk predesztinálva. Ilyen sorsunk nincs. Úgyhogy ezért fontos az oldás és kötés, a fogás és elengedés gyakorlása minden pillanatban helyesen. Így jó? Igazság szerint még lenne ehhez kapcsolódóan egy kérdés, hogy mondjuk adott egy szituáció, amit azt szerint szeretnék megoldani, vagy látni, ahogy ugye
a tanítások mondják, de annyira túltölti a fejemet, hogy vajon, hogyha e tanítás szerint nézem, akkor mit kéne tennem, stb. Stb. És itt bizonytalanodok el, hogy ez egészséges-e egyáltalán, hogy nem, ennyire? Nagyon nem egészséges, és ugyanaz a logosz betegség fogott el, mint annyi sok 10 és 100 millió társunkat, ahogy mindenki kezdi, tehát ragaszkodunk a szavakhoz, ragaszkodunk a gondolatokhoz, abból akarunk vezérfonalat, egyfajta Ariadné fonalat legyártani magunknak, és ezzel még inkább betekerjük magunkat a labirintusba. Tehát találj egy olyan tanítást, ahol a gondolkodás a tapasztalathoz elvezet, és a tapasztalat a gondolkodást egy, relativizálja, már ez nehéz, kettő, feleslegessé teszi, ez a legnehezebb. Tehát, hogy a gondolata szolgáljon valami nagyobbat, mint ő. Hogyha egy ilyenre találsz, akkor érdemes követni, mert ez automatikusan azt jelenti, hogy tisztán látsz a szemeddel, tisztán hallasz a füleddel. Tehát szellemileg autonóm vagy, az érzékszerveid tiszták, a gondolkodásod, érzelmeid tiszták, megfelelően beszélsz és cselekszel, és akkor nincs felső szoftver irányítás. Nem egy gondolatkörből, egy ideológiából, valamiféle ortodoxiából vagy dogmatikából következik az, hogy te ki vagy, és mi a helyes, és mi a helytelen. Tisztán látod az ok és okozat működését belül és kívül, magadban és másban. Ezt hívjuk nem csak szellemi autonómiának, hanem a buddha természet megvalósításának, a felébredett tudat gyakorlatának. Jó utat! Köszönöm. Más kérdés? Azt gondolom, hogy a buddha természet megtapasztalása mindannyiunknak a vágya, akik itt vagyunk, de úgy gondolom, hogy ez nem akaratfüggő. Tehát hiába mondom, hogy ezt én szeretném megtenni, ez nem attól függ, hogy én ezt akarom. Mitől függ? Hát ez engem is érdekel. Mert hogyha nem akarod, akkor tényleg nehéz. Nézd meg, van egy ilyen kínai mondás, hogy hogyan találhatnád meg azt a bikát, amelynek már a hátán ülsz. Ez nem azt jelenti, hogy ne akard, hanem azt, hogy helyesen akard. Ha azt akarod, hogy a strukturális tanításokat kicsit robotszerűen követve, szamszárából nirvánába, A városból B városba, szenvedésből megvilágosodásba, így megyek, azt egyszer csak átszakítom a célszalagot, na ilyen nincs, ez a helytelen akarat. Amikor a dualitások megszüntetéséről, és ahogy hallhatod a bevezetőben, az egyéválás tapasztalatról van szó, az azt jelenti, hogy minél inkább ide jövünk vissza, ebbe a pillanatba jövünk vissza. És ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ekkor már a buddha természet, mint külön entitás nem jelenik meg. Mert azt tapasztalod, és nem magadtól különálló létezőként tapasztalod. Visszatérsz a bikához, amin már ülsz, és nem valahol máshol keresed, hanem rájössz, hogy már megvan. Akkor tudsz azonban csak rájönni, ha azt az elképesztő vastag karma réteget, ami borítja, azt letakarítottad. Na, ez a munka. És nem is kevés. Ha megnézed a 10 bika történetet, abból az első 3 az, hogy megtalálja a nyomát, megtalálja a bikát, ráteszi a kötelet, elkezd vele küzdeni, és a 4. képen látod azt, hogy az első 2 lába és a feje letisztul. Tehát ez nagyon nagy munka. Eddigre már a 10 vagy ábrázolás függően 11 bika képnek az 1/3 már elment. És még hol tartunk? Úgyhogy még nyaktó hátrafele, meg ez teljesen úgy, ahogy van, elképesztően barna, sáros. Ha a dualitások meghaladása felé megyünk, akkor automatikusan rátalálunk arra a buddha természetre, amely valahol keresi önmagát, de maga ez a mondat helytelen. Mert egy végtelen ciklusba beküldöd magad, és akkor a kutyuska kergeti a saját farkát, és azt hiszi, hogy talál valamit, nem, le kell állni. Az ilyen A városból B városba tartó illúziókat egy hasonlattal szeretném feloldani. Mindenki látott már okos kocsist a szekéren. Okos kocsis nem üti a lovát ostorral. Hanem, hogyha nagyon nem megy, akkor belógatja az ostor elejéről a répa csomagot a ló elé. És akkor a ló elindul, de vele együtt a szekér is, a kocsis is, az ostor is, és a répa is. És így megy a végtelenségig, és egész addig, amíg a ló nem jön rá,
hogy ezt nem fogja elérni, addig megy. Na, így megy előttünk a megvilágosodás ideája, azt elkülönítjük magunktól, és helytelenül akarjuk, hogy itt valami külső létezőt megfogom, ugye, és valami gazdaságos egységcsomagból valamikor kiveszem, amikor már hazavittem. Nem. Tehát le kell állni. Nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló tudat, visszajönni ide és most. Ez nem úgy tűnik, mintha valami felé haladnánk. És az illúzióvesztés az nem a te személyiségednek a különböző építgetése. És ezért mondta Lao Tse, hogy a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. És ezen nem kell megrökönyödni, és nem kell azt mondani, hogy jaj, akkor én szenvedni fogok. Nem, az eddig megszokott szenvedés lesz a látvány. Már megvan, csak el kell tudni engedni ezt a szenvedést, ezt a fajta dualizmushoz ragaszkodó, abszolutizáló viselkedést, és ezáltal letakarítom ezt a hatalmas karma réteget, amely tényleg fedi az önvalónk tiszta tapasztalatát. Kérdésemben arra gondoltam, vagy azt értettem alatta, hogy az, amikor megtapasztalom nyilván gyakorlások útján azt a bizonyos egypontot, vagy egységet, vagy az ürességet, az tart egy valamennyi ideig. De aztán ott megszűnik. Nincs idő. Nem attól függ, hogy most ezt akarom megtartani, vagy nem akarom megtartani. Nem tőlem függ. Tudod, hogy egy B-verziót gyártottál le a kérdéseddel? Már az üresség tapasztalatáról beszéltél a másodikban, az elsőben a kereséséről. Uh-huh. Gyökeresen más. Tehát Sung Sanszonyi mindig mondta, a megvilágosodás sokkal könnyebb elérni, mint megtartani. Tehát nagyobb erőfeszítés kell a tiszta tapasztalás első pillanata után, amely tényleg az időtlenséggel ajándékoz meg, de rájössz, hogy az csak a tudatban van. Ahogy a lélek járja az útját ebben a testben, kőkemény lineáris és ciklikus idő van. Kőkemény okozatiság van. Csak ott egy pillanat, amikor fölé tudtál emelkedni, rálátni, és a következő mozdulat az, hogy megtartsd ezt a látást, és helyesen használd. És ekkor van az, hogy tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, érzel, beszélsz és cselekszel, és saját magad látod az okozat működését, a karma változását, a dharma törvényét. És ezt a látást használod arra, hogy segíts magadon és másokon egyaránt. Egyszer azt mondtad nekem egy élethelyzettel kapcsolatban, hogy ne helyezzek több érzelmet az adott dologba. Tehát ez azóta is fent áll ez a helyzet, és nem tudom, hogy ne helyezzek bele több érzelmet, mint amennyit a helyzet megérdemel, mikor egy olyan emberről van szó, akit szeretek. Figyeld a lélegzeted. Ne hagyd, hogy felgyorsuljon. Helyezd a figyelmedet ide a tantiembe, és ne hagyd a szívcsakrán. Ha ott hagyod, akkor elsősorban ez a nehéz, forró, kemény légzés lesz, és utána robban. Na ezt ne. Először beszédben szokott robbanni, utána feljön ide a fejbe, és utána valami hülyeséget gondolunk, ami annyira forró, hogy meg is csináljuk. Na, elkezdesz hinni benne. Hirtelen a karizmád 56-os, 58-as lesz, és akkor mindent megteszel, mert elhiszed. Tehát tartsd meg a tiszta tükörtudatot minden helyzetben. Ez nem a párkapcsolat intimitásából von le, hanem őszintébbé és tisztábbá teszi. A közönség soraiban vannak most olyanok, akik párkapcsolatban vannak, és mind a ketten gyakorolnak. És megfigyelhetik saját maguk a minőség változását az elmúlt 1-2-3 évben, függően attól, hogy mióta csinálják. Úgyhogy ez nem von le a kapcsolat értékéből, csak egy kicsikét uraltabbá teszi, és ez hosszú távon nagyon-nagyon jó. További tantén fókusz, további lélegzett tudatosság, és akkor nem ugrasz rá a saját karmádra. És akkor így ezt a karmát sem ugrasztod rá másra. Jó? Én szociálpedagógusnak tanulok, és van egy kis gondom az empátiával. Olyan szinten együtt érzek az emberekkel, hogy nem csak az emberekkel, hanem a lényekkel, hogy néha még másik fizikai fájdalmát is érzem. És hogy ezt hogyan lehetne egészségesen kezelni, mert közönyös nem lehetek, meg nem is akarok lenni közönyös, de nem találom meg az egyensúlyt, hogy hogyan lehetne ezt kezelni. Van érintőképernyős készüléked? Igen. Attól kell megtanulni. Az érintőképernyőt
olyanra szabályozták, hogyha megérinted, akkor nem törik szét. De érzékeny. Tehát átviszi az adatot, pontosan azt csinálja, ami az érintés felületén van, kódolva, de nincs identitásválsága, nem törik darabokra, nem kerül sokkos állapotba, ha viszont hatalmas kalapáccsal rávágsz, akkor darabokra törik. És hogyha nem érsz hozzá, akkor sem működik. Tehát az alaptanítás itt, mint az előző kérdés esetében is, hogy a középpontod legyen itt a tantiemben, hogyha ha a felső három fő csakra bármelyikéhez ragaszkodsz, akkor a tartalmai agyonnyomnak. Tehát vagy túl érzékeny leszel, vagy pedig túl vastag lesz a kéreg, az én kéreg. És az érzékenység és erő nem zárja ki egymást. Nem is szabad, hogy kizárja egymást. Megfelelő szellemi gyakorlat esetén ki fogod bírni az együttérzést. És a két szélsőség egyikét sem valósítod meg. Nagyon nagy hiba lenne nem együttérzően viszonyulni a másik emberhez. De mint szociálpedagógus, ez elképesztő szakmai ártalommá válhat, hogyha mellé nem tudsz erős lenni, nem tudsz jelen lenni, és nem tudod az együttérzés tartalmát kiüríteni egy pillanat alatt, csak azért, hogy egy következő jöhessen. Úgyhogy az erőt tessék gyakorolni, a helyes erőt, amiben nincs énség, csak elképesztő állóképesség. Tehát ami eléd kerül, azt kibírod, és ez a reakciók függvénye. Nem a látvány, nem a másik érzelmei, beszéde és cselekedete ver le, mint vaka poharat, tehát nem a tudattartalma, a primér érzékelés ver le, hanem az, amit te reagálsz rá, saját magadban. Elkezded minősíteni, megítélni, jóvá, rosszá és egyébbé tenni, és akkor ez a gondolkodás és érzelemformálás rengeteg energiát vesz el. Téged gyengít ahelyett, hogy erősítene. És ez a saját reaktív tudatunk. Ezért is gyakorlunk mantrákat. Mert a mantra első fokon a tudat önvédelme saját ártó hatásaival szemben, és az ártó hatás az az a reaktív tudat, amivel darabokra szakítjuk magunkat és másokat. Ez a dualisztikus gondolkodás, dualisztikus érzelemformálás, az állandó jóban, rosszban és egyébben való gondolkodás és érzés. És a zen azt jelenti, hogy ezt megszüntetheted. Ezt meghaladhatod. Visszatérhetsz ennek a teremtése elé. Tudatossá válhatsz ebben. És akkor megerősödsz úgy, hogy az érzékenységből nem von le. Ez úgy jó? Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Az önismeretem útján, nem tudom, a félelmem okozzák azt, hogy egy nagyon nagy lustaság és tunyosság vesz rajtam erőt. Nézd, a félelemre te így reagálsz, van, aki a félelemre pedig elképesztően gyorsan elkezd rohanni az ellenkező irányba. Ez a te reakciód, a te karmád. Valóban félünk mélyebb önmagunk megismerésétől, félhetünk, van, aki nem fél, de én azt javaslom, hogy ilyenkor nézz le az órára, és tudatosítsd, hogy milyen elképesztő gyorsan megy az idő. Nincs idő lustálkodni. Olyan elképesztő kevés az az évszám, amit tudatosan, tevékenyen, kreatívan, megismeréssel, önismerettel, mások segítségével tölthetünk el. Nézd meg, milyen rövid egy emberi élet. És az első 18-25 évét mivel töltjük, nagyjából az, hogy fölnövünk, és így megtaláljuk az utunkat, utána a következő 25-öt család, munka, gyerek, stb. És az még úgy az ezüstkorba szépen belemegy egy újabb 20 év, és az negyedik 20-as az gyakorlatilag az, hogy egyre inkább a reggeli zappehely lesz fontos, és utána nagypapa, nagymama. Tehát nagyon kevés az az aktív év, amikor ezt megteheted. Gondolj arra, hogy mennyi elképesztő gyorsan jövünk és megyünk a természet többi alkotó részéhez képest. Mióta vannak itt a hegyek, a folyók, ez az egész föld. Az ember élet olyan rövid, mint hogy a molylepke hirtelen a kis érzékelővel megpillantja, meglátja a gyertyalángot, elröpül felé, belerepül a lángba, serc, vége. Ilyen rövid. Na, ha ezt tényleg mélyen átéled, akkor az törli a lustaság nagy részét. Ki vagyok én, és miért félek önmagam megtapasztalásától? Nézd bele a tükörbe, és viseld el a látványt.
belül is, kívül is. Kezd a külső tükörrel. Ekkor nem fogsz félni önmagadtól. Utána befelé fordítod ugyanezt az energiát, egy idő után ráununk a külső tükörre, egy-két perc, és még hogyha a kozmetikumot is felhasznál, akkor is egy idő után elég. Belülre kérdezel, hogy mi ez. Ez az a nagy kérdés, Koreul Huadu, amivel ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, ébren és álomban egyaránt dolgozhatsz. Tehát, hogyha évekig dolgozol ezzel az egyszerű, világos kérdés, hogy mi ez, akkor megszűnsz félni attól, amit tapasztalsz. Miért? Mert ami válasz megjelenik, az el is tűnik. Amit az ember keresünk, az nem jelenik meg és nem tűnik el. Tehát csak a karmádat láthatod, amivel eredetileg nem vagy azonos. Benne van a hátizsákodban, hátizsákot magadra szíjaztad, viseled, megszoktad, de nem te vagy. Igazából az lesz a végső motiváció, hogy nem akarsz ilyen maradni, változni szeretnél. És ekkor önként, de nem dalolva, elhagyod a kényelmi zónát. Ekkor indulsz el a változás útján. Talán kapcsolódik is a kérdésem az előző kérdéshez. Nyilván én is változni szeretnék, és elvárásaim vannak saját magammal szemben, amiknek néha nem tudok megfelelni, méghozzá úgy, hogy megszületnek bennem olyan gondolatok, vagy olyan érzések, amiket nem szeretnék, például, hogy nem szimpatikus valaki, dühös vagyok valakire, irigy vagyok valakire, és akkor úgy érzem, hogy a saját magam által fölállított mércét nem tudtam elérni. Hogyan lehet ezt kezelni? Meg kell hallgatni az időjárás és vízállás jelentést. Sajnos már nem megy 13 óra 45 perckor a Kossuthon, pedig milyen szép volt az. Tehát a magunk által felállított mércét belül hallgatjuk, ugye? 690 cm, 75%. És rájössz, hogy abszolút mérce nincs. Irány van, amit szeretnénk tartani, de nem lesz mindenki szimpatikus, ne is legyen. Tehát látod azt, hogy van a szervezetnek, a léleknek egy önvédelmi fokozata, és azt mondja, ezt nem akarom, hogy ez az ember közel kerüljön hozzám. Ezt kikapcsolod, és tényleg közel kerül, lehet, hogy baj lesz belőle. Tehát megfelelő módon kell a primér impulzusokat kezelni, sem a közelsége, sem a távolsággal nincs baj. Sem a szimpátiával vagy antipátiával nincs baj. Ne akarjuk az élet rossznak vagy sötétnek minősített oldalát felszámolni. Az élet olyan, hogy fényre és árnyékra, szimpátiára és antipátiára, barátra és ellenségre tagolódik. Ezt a mi tudatunk követi el, de nem úgy fogod ezt megoldani, hogy az egyik fejed megpróbálod megszüntetni. Miért? Mert akkor a másik is megszűnik. Ezek az ellentétpárok egymás által léteznek. Egymás kontrasztjában léteznek. A kettő közti polaritás az, ami az akarat irányát megmutatja, és rettenetes sok energiát szabadít fel. Ha például szeretem és nem szeretem dualitását feloldod, akkor hogyan lesz párkapcsolat? Akkor vagy mindenki, vagy senki? Mert akkor abból ez következik. És ez így nem lenne jó. Tehát nézd meg azt, hogy hogyan tudod helyesen látni a világot. Ahhoz valóban nem jóra és rosszra szakított abszolút nézetek kellenek, de nehogy a duális párokat ki akarjuk írtani, ez nem igazi megoldás. Az lenne az igazi, hogyha látnád, hogy az a személy például, akit mondjuk egy címkével antipatikusnak minősítettél, valójában milyen. Tehát menj a mélyére. Nézd meg, hogy milyen tulajdonságai vannak, mit érzel benne, és ekkor ugyanez a kérdés, amit az előbb mondtam, hogy mi ez? Átfordul abba, hogy ki ő? Valójában ki ő? A címkék helyett meglátod, hogy milyen gondolatai vannak, milyen érzelmei vannak, meghallod, hogy valójában hogy beszél, és nem azt, hogy mit mond, hanem hogy honnan jön az, amit mond. Milyen tudatból? Milyen rezgésből? Tehát ezt hívjuk közvetlen percepciónak, vagy látásnak, szanszkritul vidya, amivel címkézés nélkül, de a duális minőségek vagy minősítések felhasználásával látod a valóságot, beleértve a másik embert is. Ha nem lennének szavaink, fogalmaink, nem tudnánk gondolkodni, sőt, artikuláltan még érezni sem. Ezekre a fogalmakra szükség van. De a fogalmakat ne helyettesítsük be a valósággal, azok jelölők lesznek mindig. Tehát ha azt mondom, hogy víz, water, Wasser, ló, ugye, franciául,
Ezeket a szavakat mormolva megyek a sivatagban, és szomjan halok. Ez segít. Tehát itt tessék használni a címkéket, fogalmakat és duális kategóriákat, és akkor látod, hogy egy mélyebb valóságtapasztalathoz vezetnek, segítenek. Jó? Tehát ne rakjunk abszolút mércéket magunk elé, hogy én jó ember szeretnék lenni. Nem lesz se jó ember. De rossz se legyél, ugye? Azt se kövesd. Tapasztald meg, hogy te mit hoztál le a hátizsákodban. Milyen karmával születtél meg. Mi a dolgod? Mit szeretnél megvalósítani? És akkor mentesültünk a jó és a rossz különböző műveleteitől. Oké? Azt szeretném most megkérdezni, hogy a relaxáció, meditáció, kontempláció között mi a különbség, és honnan tudom, hogy én melyiket csinálom? Nagyon könnyű. A relaxáció általában vízszintes, a meditáció függőleges, a kontemplációhoz pedig valami gondolat kell. És onnan tudom, hogy tehát, hogyha vízszintes helyzetben vagyok, akkor nem tudok meditálni. Az relaxáció. Értem. Az nem az éberségre, hanem az ellazult, nyugodt tudatállapotra és egyébre van kihegyezve. A meditációban néha horrorisztikus dolgokat látsz magadban, és átéled, és néha stresszes az egész, és utána, amikor azt megláttad, elengedted, feldolgoztad, mikor mi kell, akkor ez az éberség letisztul és tárgyatlan jelenlévő lesz. Ez munka. Akármennyire is nem mozduló tudat, nem mozduló beszéd, nem mozduló test, akkor is munka. Itt nincs az, hogy lágy zene, és elképzeled, hogy egy tengerparton a hullámok először bokáig mossák a lábfeje, aztán térdig, aztán még följebb, és betemet, és jönnek a delfinek. Tehát nem ez van. Jó, tehát ez egy külön történet. A kontempláció az, hogy van valami magas szintű gondolat, vagy egyéb ilyen tudattárgy, és akkor szépen körbesétálod, mint a szoborcsoportot. Ja? Igen. Én azt két kérdést szeretnék feltenni. Az első kérdésem az, hogy lehet először némi magyarázatra szorul. Régebben én is ego kamionnal jártam az utakon, és ahogy haladtam, sok mindent megismertem, és átváltottam egy másik járműre. És mostanában egy kisebb, egy motorral járok ezen az úton, már nem ego kamionnal róvom az utakat. Látom, nézel YouTube-ot. Igen, szoktam. Ezúton is szeretném megköszönni a tanításodat, mert nagyon sok embernek segítesz még, hogyha nem is közvetlenül, hanem közvetve. Tehát visszatérve a kérdésemre, a világi életbe átszálltam egy ilyen kisebb ego járműre, és ez azt eredményezte, hogy ettől függetlenül a többi élőlény maradt a kamionon, és nem mindig egyszerű lavírozni egy kisebb járművelek között, a sok kamion között, és úgy érzem, hogy ez néha engem, illetve engem és a páromat valamilyen módon antiszociálisá tesz. Ez nem azt jelenti, hogyha akárki, akármilyen járművel ezen az úton defektet kap, nem mennénk oda neki segíteni kereket cserélni. Ugye, aki szomjas, annak adj egy pohár vizet. Viszont nincs az, hogy feltétlenül mi más emberek társaságát keressük, és szeretnénk kapcsolatot teremteni másokkal, hanem inkább mi a saját és egymás utunk és fejlődésünk irányába tekintünk. A kérdésem az, hogy ez amellett, hogy ha valaki megkér minket, mi önzetlenül segítünk neki, de ettől függetlenül egy úgymond antiszociális életet élünk ezeknek a dolgoknak a kapcsán. Probléma ez? Baj-e ez? Család, rokonság van? Van. Van. Születésnap, karácsony, húsvét, búcsú, egyebek. Van nagyobb rokoni találkozás? Szokott, igen. Akkor hogy lennél antiszociális? Jársz munkába, mint a többi? Igen. Vannak munkatársaid? Igen. Hogy lennél antiszociális?
Úgyhogy ilyen nagy barátságokat és eljárást és ilyen dolgokat nem nagyon keresgélünk. Tehát amikor hazérünk a munkából, az egymás és a saját nyugalmunkkal és fejlődésünkkel foglalkozunk. Ez miért lenne antiszociális viselkedés? Megint csak időjárás és vízállás jelentést kell meghallgatni, hogy hol van a mércéd. És hogy hajóvonták találkozása tilos. Tehát magunkban nem fogjuk az ellentéteket gerjeszteni csak azért, mert van egy ábránd vagy ideál, vagy mások ábrándja és ideálképe, amit mi nem teljesítünk. Nézd meg a valódi helyzetet, a valódi kapcsolatot és a valódi cselekvést. És nem választjuk le magunkat, és nem megyünk fizikai elszigeteltségbe, és nem kezdünk el valahogy olyasféle ideákat kergetni, hogy majd mi ketten és a világ ellen. Nem, ez teljesen hamis. Jársz munkába, ő is jár munkába, van család, rokon, kutya, macska és a többi, és amikor ti ketten vagytok, este, reggel, hétvégén, az a ti időtök. Ez semmi baj nincs. Következő kérdés. Köszönöm szépen. A következő kérdés pedig az, hogy kapcsolódik egy kicsit tovább menve ezzel a példával vagy hasonlattal, ugye azért még megtörténhet az, hogy ugye munkába járunk, családunk van, és ott néha a nagyobb járművek elsodornak, és nehéz lavírozni. És mióta, hát egy ideje van bennem egy ilyen sejtés vagy felismerés, hogy igazából nincsenek járművek se, meg úgy se. És így pedig már nem is tud engem senki elsodorni, és így könnyebben tudok haladni az úton. Tehát úgymond nem érzem azt, hogy bárki engem meg tudna bántani, vagy el tudna sodorni az ő egó kamionjával. Viszont mostanában történt egy olyan rossz dolog a családunkban, hogy történt egy betegség, és ez egy nagyon közel álló személy, akivel történt ez a betegség, az egyik legfontosabb ember a számomra, és nagyon-nagyon szeretem őt. És azt érzem, hogy közvetlenül nekem már nem nagyon tud senki ártani, mert eljutottam egy olyan szintre, hogy én ezeket elengedem, és nem elítélem az embereket, csak átlátom, hogy miért esetleg adott esetben bántana engem valaki, és ezért ez nem is lesz bántás. Viszont mióta kialakult ez a helyzet, közvetve bántják ezt az embert, aki ugyanúgy ezen a strádán van, és mivel én őt nagyon szeretem, ez nekem nagyon nagy fájdalmat okoz. Hogyan kezeljem ezt a dolgot? Szedd le a strádáról. Ha tényleg szeret, akkor követ. Ha úgy szeret, hogy nem követ, és csak a saját akaratát érvényesíti, akkor nem tudsz mit csinálni, ott szenvedsz, miközben ő kapja az ütéseket, a horpadásokat, a balesetet, a koccanást, és agyongyúrják. Úgyhogy próbálj meg a szeretettel, a személyes példával hatni, de nézd meg, hogy meddig mehetsz el annélkül, hogy az önvédelmi mechanizmusai beindulnának. Mert akkor visszájára fordul az egész, és ahelyett, hogy segítenél neki lebontani a falat és a kőből utat építeni, vastagodni fog az önvédelme azért, mert befolyásolni akarod. Azért, mert az akaratodat, ő úgy érzi, rá akarod erőltetni, és a szeretet kapcsolat is átváltozik valami egyébbé. És a felismerés, hogy az okozatiság ebben a világban micsoda, és a szeretet kapcsolatnak a ténye, annak a felvétel, annak a működtetése két teljesen külön idődimenzióban mozog. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon komoly szeretetigényünk van, de az okozatiságot nagyon későn ismerjük fel. Hogy valójában az élet hogy működik, valójában a kapcsolat hogy működik, igyekszünk érzékszervi, érzelmi és egyéb szinten olyan intimitást, olyan helyzetet kialakítani, ahol kölcsönös szeretet van. Ez rendben van, ez kell, na de a tágabb környezetet is meg kéne ismerni, és nem arra használni az intimitást és a biztonsági zónát, hogy letakarjuk vele a szemünket. Tehát ha ez a szeretett személy nem látja, hogy ő szenved, ha nem látja, hogy mitől szenved, ha nem akar lejönni a hatalmas kamionok által zúzdává változtatott autópályáról, akkor a szeretett kapcsolat az nem működik helyesen. Jó? És akkor ezt működtessétek. Következő Köszönöm. Kérdés. A mi ez, honnan jön? Ez egy általános kérdés, ugye a gyakorlataitok során.
megpróbáltam alkalmazni társas kapcsolatokra. Hú, veszélyes. Nagyon rossz. A párod is megpróbálta? Mert akkor úgy egy kicsit kiegyenlítettebb, de ha csak te... Remélhetőleg igen, de nem csak párkapcsolatban, munkahelyi kapcsolatban, családi kapcsolatokban megfigyelni dolgokat. És hát mind magamban, mind másokban észrevettem, hogy hát elég komolyan mindennek a mélyén a szenvedéstől és a szenvedtetéstől való félelem generálja ezeket a cselekedeteket, beszédeket. Hogyan lehet meghaladni ezt a félelmet úgy, hogy megelőzni a cselekedeteket? Ez lenne a kérdésem. Úgyhogy nem magadért teszed, és ezzel másokat is motiválsz, hogy ne csak magában gondolkodjon, hanem másokat segítve éljen. Ez nem pusztán egy ilyen buddhista panacea, vagy valami erkölcs, vagy etika, amit úgy kimondunk, azt próbáld megkövetni. Van egy alapvető tapasztalat, hogy az egyéni karma megtisztítása mások segítségével lehetséges csak maradéktalanul. Persze, belül is dolgoznod kell, de nem lehet rövidre zárni az egyén működését, hogy csak saját magadban mindent majd jól elintézze. Nem, az kell a másik ember is. Kell a környezet is. Kell a párkapcsolat, a munkakapcsolat, stb. Is. És bizony, ezért mondta költőnk, hogy hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Itt nincs kivétel, nincs rövidített út, nincs valami mágikus buddha pasztilla, hogy egy csapásért megoldom az egészet. Bírd rá a környezetet is, hogy ők is kérdezzenek. Miért? Mert a kérdés kinyitja a tudatot. A definíció lezárja, a dogma bebörtönzi. És nézd meg, hogy a diktatórikus, dogmatikus társadalmakban vagy szerveződésekben nem engednek kérdezni. Ki van csukva? Tehát ne robotizáljuk saját magunkat a saját gondolati, érzelmi rutinjainkkal, és ne engedjük azt, hogy mások ezt tegyék. Kérdezzünk, érezzünk rá, gondoljunk bele, és akkor elindulhatunk a szellemi fejlődésnek az útján. Párkapcsolatban tessék ezt közösen csinálni, mint annyi minden mást. Jó? Különben egyoldalú lesz, és akkor meg azt hiszed, hogy a praxissal van a baj. A praxissal nincs baj. Megfelelő módon kell csinálni. Oké? Okay? Szívesen. Az önbizalom és az ego kapcsolatáról. Kedvenc témám. Szuper. Mondja. Konkrét kérdésem nincs, hanem ennek a viszonya, hogyha... Már akkor van is. Oké. Okay. Hogyha valaki a saját egoitásából indul ki, akkor az önbizalomból mindenki sérül. Hogyha valaki az én fogalmat letisztázta, a kölcsönös függést átlátta, az együttérzés és bölcsesség magvait elvetette, és azt növeli, akkor az önbizalomtól mindenki épül. Tehát mennyire kizáró, mennyire ellentétes, mennyire énes, akkor elképesztő sérülés van, és büszkeség, és identitásból dolgozik. Csak identitás kell, de ne csak abból dolgozzá. Mondjuk együttműködésből is kéne dolgozni. Ahhoz már más emberek identitásának a tudomásolvétele is kell. Sőt, helyzetének az átérzése, gondolatainak a meglátása, beszédének a meghallása, cselekedetének a tudomásolvétele. És ekkor kezd el az én fogalom letisztulni. Akkor az önbizalomból lesz utána, sok-sok átmenet után a csoportkultúra, és utána a közbizalom. Ez anyám. Lábjegyzetként, hogyha csak önbizalmad van, de másban nem bízol meg, akkor biztos, hogy a kamion keresztbe fordult a strádán. Biztos. Ha csak másokban bízol meg, és magadban nem, akkor viszont nagyon-nagyon aprócska a kempingbiciklire váltottad föl az egészséges méretű járművet, és akkor kisebb segérzésed van. Az önbizalom és másokban való bizalom jó, hogyha ki van egyensúlyozva, ehhez viszont kellő önismeret és világismeret kell. És a más ember megismerésének az egyébként nem könnyű, szűrőtlen technikája. Általában szűrőkön keresztül szoktunk viszonyulni a másikhoz, a csoporthoz, és akkor az önvédelmi mechanizmusaink azok gátolják ezt a korrekt megismerési folyamatot. Mondjad! Én azt szeretném megkérdezni, hogy aki meditációval foglalkozik, és vannak ilyen elvonulások, ugye, hogy ott jól érzed magad, és akkor utána... Nem! Az...
Nem érzed jól magad. Nem érzed jól magad. Én jól érzem magam. És ez itt a reklám helye. Nem érzed jól magad, de szereted és csinálod. Amikor sportolsz, harcművészettel, egyébe foglalkozol, izzadsz, ütnek, stb. Jól érzed magad? Igen. És utána visszatérsz a hétköznapokba, és akkor az emberek közé kerülsz, és akkor az a normális, hogy akkor megint meditáció, jóga, mantrázás, hogy ezek lepelegjenek, tehát hogy ebből áll egy, hát nem szerzetes, vagy nem is tudom, hogy mondjam, aki ilyen, az élete. Látszik, hogy el kéne jönnöd a templomba, hogy ezek az ábrándok egy kicsikét emenjenek, és lásd a mindennapi élet egyszerű és világos működését. És jó hírem van, a templom minden bentlakója emberből van. Ha van haja, ha nincs. Ez az egyik. A másik, hogy a meditációs praxis ilyenféle halmozása az nem jellemző. Tehát van mantra, van ülés, van leborulás, van éneklés, stb. De egyszerű és tiszta, és nem kell beemelni különböző technikákat, és akkor túltölteni a teáscsészét. Tehát van egy olyan időszak, amikor az ember elmegy a spirituális szupermarketbe, shoppingol, és akkor nézi a polcokat, meg a feliratokat, meg az egységcsomagokat. Ne bontsuk fel az egységcsomagot. Azt jelenti, hogy a hagyományokat teljességében tapasztaljuk, és nem úgy, hogy kiválogatjuk belőle azt, amire éppen az orrunk, meg a szemünk, meg a fülünk éppen ráhagyatkozna, mert az kellemes, meg olcsó, meg jónak tűnik, meg gyorsan, 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 nincsen gyorsan, gyorsan. Tehát tesszük a dolgunkat, és a mindennap élet jó beforgat a trágyába. És a legfontosabb mozdulat az, hogy felállsz a trágyából, lesikálod magadat, és a trágyát komposztá alakítod. Az összes karmát, amit magadban szépen viszel, azt nem jónak vagy rossznak, énnek és másnak minősíted, hanem látod a saját cselekedetedet, beszédedet, érzelmeidet, gondolataidat, a négy csatornát tisztán tartod, és ezáltal a karmát beforgatod komposztba, és a komposztot kiviszed a kertbe, és jön a palánta és a mag, és termeled vele a növényt, tehát felhasználod az élettapasztalatot, és nem elveted, és nem visszautasítod, és nem minősíted, nem ítéled meg. És ez a zenben az egyik nagyszerű dolog, hogy a meditáció, a mi ez, honnan jön például, az elkezdi a tudatot letisztítani úgy, hogy az akadályok elhárulnak. Miért? Mert az akadályokból csinálsz eszközt. Az a karma, ami addig idegesített, elkezd meghajtani, és elkezd normális irányba terelni. Miért? Mert te változtál meg. A te bensőd, tudatod változott meg. És akkor nem panaszkodunk, nem kivetítünk, nem kívülről várjuk a megoldást, hanem látod azt, hogy belül ki tudod termelni. Ez a Buddha természet helyes működése. Az a transformáció, amit a bevezetőben a 270 foknál hallottál, bármilyen karmát, bármilyen más karmává át tudsz alakítani. Mert a 180 fokban tapasztaltad a lényeget, ami nem név, nem forma, nem élet, nem halál, nem jó és nem rossz. Csak ez a pillanat a maga tárgyatlan tisztaságában, de gondolattal nem lehet fölfogni, szóval nem lehet kimondani. Ez a 180 fok. 90-ig csak gondolkodtál. De a csend az segít, főleg a belső. Egyéb kérdés? Gyakorlással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy amikor elvonuláson voltam, akkor azt mondtad, hogy mihez kérdéssel kell dolgozni. Az egyik lehetőség, igen. A három közül. Igen, és egyszer azt mondtad, hogy nem kell keverni, de van, amikor nekem történik olyan, próbálok mihez kérdéssel, és egyszerűen nem megy, és akkor mantrával próbálkozok, azzal megy. Meddig? Hát éppen az a gyakorlás azzal működött. Tehát, meddig? Hát, legalább a nap végéig működik a mantra? Igen, van, hogy igen. Akkor a következő nap is azzal a mantrával kéne dolgozni. Tehát előbb-utóbb megtalálod, hogy melyik gyakorlat a jó, milyen rajzolatú kulcs illik a zárba. Mi az, ami téged kinyit? És megerősít, és letisztít. Háromféle alappraxisunk van, az egyik a, azt mondom, a kemény eszközös, ez a mantra, ez egy teljes zárt ciklus, mantra eleje, vége szépen találkozik, és az olyan, mint a dupla horgonya vitorlásnál, elől is, hátul is. Ha hullámzás van, szépen köti, betontömbhöz, vagy a mólóhoz.
A kérdés, amit az előbb hallottál, az egy tárgyas kérdés, mert a karmára irányult, hogy mi ez, honnan jön. Amikor ez megfordul és befele irányul, akkor már a honnan jön, az nincs ott. Az van, hogy mi ez. Mi ez, ami a szememmel lát, fülemmel hall, hallja a szirénát, érzi a gondolatait, látja az érzelmeit, mi ez? És ez a kérdés, ez már csak egy horgony. Egy pont, amit megismételsz. Minden belégzés, minden második belégzés, épp ahogy kell. És a harmadik pedig a teljesen horgony nélkül, amikor már csak a széllel, a hullámokkal elég dolgozni, ez az, amikor csak a teret és a hangot fogod föl. Akinek amilyen erős kapaszkodóra van szüksége ahhoz, hogy ezt a pillanatot tisztán tapasztalja, előbb-utóbb beáll, hogy éppen melyik gyakorlat jó neki. És addig nyugodtan lehet belül kísérletezgetni, csak ha fél óránként váltom, akkor nem fogom megtapasztalni igazából a működését. Ezért mondjuk azt, hogy legalább 3 hétig, és egy teljes visszavonulás legyen benne ebben a 3 hétben, próbálj egy valamit gyakorolni, ez is egy referencia pont, és nem egy abszolút érték. És képzeld el, hogy van egy hatalmas földed, vizet szeretnél, kutat fúrsz. Egyik helyen lefúrsz 30 méterre, nincs, csalódott vagy. Másik helyen lefúrsz 40 méterre, nincs, ott is csalódott vagy. Harmadik helyen csak 35-re, mert már nincs elég pénzed kútfúróra, csalódott vagy. Kijön a vízguru, és ott, hogy hát kedves kém, hát a víz az 60 méteren van. Odáig le kell fúrni, és jön, bárhol. Te fúrtál 3-at. Abból már kijönne 2 kút. Nekem lenne egy kérdésem. A skandhákról szeretnék egy pár mondatot, hogyha mondanál. Tehát a személyiség összetevői, hogy jól emlékszem. Közönség kedvéért mondom a kontextust. A meghaladó bölcsesség szíve szútra, Mahaprajna Páramita szútra, így indul, hogy Avalokiteśvara Bodhisattva a mély, meghaladó bölcsességben időzvén látja, hogy igaz természetében, eredeti valóságában az 5 skanda, a személyiség 5 építőeleme üres, és ezzel minden szenvedést meghalad. Már ez a mondat érthetetlen. Tehát mi lesz a többivel? Az még érthetetlenebb. Az 5 skanda, az ugye, ki van írva, forma, ez a test, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Tehát ez az az 5 építőelem, amely a szútra is így a keleti vagy buddhista nézet szerint ezt a pszichofizikumot szépen adja. Mi itt nyugaton ezt másképp bontjuk. Tehát bontjuk úgy, hogy test és lélek és szellem, bontjuk úgy, hogy gondolkodás, érzelem, beszéd és cselekedet. Tehát a személyiséget azt építőelemeiben kellene látni, mindegy, hogy hányra bontod, ott 5 skanda van, koreai, kínaiul, o-on. 5, az az o, az on, az a doboz, vagy tégla, vagy alkotó rész, teljesen mindegy, hogy szó szerint hogyan fordítod. De nem is fordítottuk le, mert normális nyugati fordítása nem nagyon van. Tehát a személyiség 5 építőeleme, vagy alkotó része, az üres. Na most, ez mit jelent? A testem az nem üres, tele van szervel, meg táplálékkal, meg folyadékkal, meg egyebekkel. Önálló minősége nincs, önálló keletkezése és megszűnése nincs, tehát múlandó feltételhez kötött és tökéletlen, ez az ürességnek így az alapismérve. Tehát teremtett a maga megjelenésében és eltűnésében függő. Ez az alapigazság, hogy a test függ attól, hogy milyen hőmérséklet van, mennyit ettél, mennyit ittál, mennyit aludtál, mennyit mozogtál, mennyit nyújtózkodtál. A test ez egy függő valami, és a függő keletkezésnek a része. Az érzés, ami az érzékszervi tapasztalat, látás, hallás, tapintás, stb. Ez mind ugyanúgy, nem abszolút, nem tőled független, és a másik 3 skandával ugyanúgy ezt elmondja. Az érzékelés, amikor tudatosítod, hogy hallod, az akarat, hogy szeretném hallani vagy sem, és a tudatosság, ami ezt az egészet úgy, ahogy van, megcímzi, és az elme szépen mozgatja fogalmilag. Miért fontos ez? A Szívszutra nem beszél a végéről ennek a sornak, csak végigérsz a sok-sok tagadáson, amely az identitás gyökereket, a fix, abszolút én fogalmat szépen relativizálja, kitisztítja, és így élhetőbbé teszi, alakíthatóbbá teszi.
De a vége csak annyi a szutrának, hogy gáté, gáté, para, gáté, para, szangaté, bodhisvá, tehát menj, menj, juss át az egység kapuján, az egy kaphoz, a szamgáté, az egy tudat, a nem duális tudat kapuján, és válj buddhává. Viszont van az Avatamsaka szutra, amely pont ezt a kérdést a saját alaptanításával gyönyörűen megválaszolja így szemből, hogyha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. És ez válaszolja meg azt, hogy igaz természetében az öt szkanda üres. Miért? Mert nem önmagukban léteznek. Nem önállóan függetlenül léteznek. Teremtményként léteznek, ezért lehet rajtuk változtatni. Tehát a lélek összes tartalma változtatható. A test összes sejtje kicserélhető. És így alakíthatjuk a világunkat, az utunkat, a szellemiségünket, testünket, lelkünket olyanná, amilyenné szeretnéd. Ez az alapüzenet. Hogy mi a különbség az akarat és a tudat között? Óriási. Nézd meg az állatot. Az akar, de nem tudatos. Van olyan, hogy tudatos, de nem tud akarni, nem tud odanyúlni, a szájába kell adni a falatot. Ugye? Tehát nem ugyanaz. Nagyon fontos az akarat is, és a tudatosság is. Csak hogy a tudat, azt mondják, hogy az nem a személyiség. Tehát, hogy van a tudatnak, mint önvalónak a... Az ázsiai meggondolást szeretném egy kicsikét itt apostrofálni. Van a kis tével a tudat, az az elme. A fogalomalkotó tudat és az öt szkandának az egyike az ez. Az igazi önvalód az nem része az öt szkandának, az látja az egészet. De itt az a kis tével tudat, az az elme, amelyik a fogalmakat hozzábigyezti, kavírnyálja, az Excel tábládat megírja. Nem. Nem rossz a fordítás, az értelmezés hiányos. Tehát nem tudod jobban fordítani. Elmének még lehetne fordítani, de hát akkor azt mondják, hogy akkor azt tudod. Igen, kis tével, mert azt tudja, igen, magyarul zen, bot, hozzá kapcsolom a tárgyhoz, emlékszem rá, azt mondom, rövid, hosszú, stb. Ez mind tudati, elmebéli működés. Ezért a tanításban én szó szerint megkülönböztetem, hogy elme, vagy pedig nagy tével tudat, az a fajta tudat, amely nem rendelkezik fix, abszolút identitással, nincs tárgya, nincs jelene, jövője, múltja, jója, rossza, stb. Ezt így könnyű széttársítani, a szutrában ezt nem tették meg, majd mi széttársítjuk, hogyha rákérdezel. De a szkanda, mint építőelem, az a személyiségnek így a része, és ez a fogalomalkotó tudat, kis tével. Csak annyi a kérdésem, hogy ezeknek a szuttáknak a tanulmányozása az része az eredeti fénytemplomban lévő életnek. Recitáljuk a szutrákat, de nem tanulmányozzuk. Tehát azt te tanulmányozod a szabad idődben, van egy könyvtár, és ott olvashatsz. Ha még a nap végén a kerti munka, a fizikai munka és az egyéb után még erre neked igényed van, és nem alszol el mondjuk a kazánházban. Van olyan, hogy kazánházban alszunk, és évekig, és ez egy hősi dolog, de a lényeg az, hogy lehet tanulmányozni, hogyha valaki az intellektuális térképet még nem töltötte föl, akkor nyugodtan olvasgathatja ezt, de a recitálás az azt jelenti, hogy a már megformált, kivilágosodott tartalmat, azt egyre mélyebbre visszük be a tudatba, illetve a személyiségbe. És ez azért fontos, az előbbi kút hasonlattal élve, hogy élővizet találj. Élővizet. Hogy találkozzon az önvalóddal az a gyakorlat, amit éppen csinálsz. Lehet darma beszédeket hallgatni a YouTube-on, és rengeteg szútrákról szóló kérdés-válasz van, vagy pont a bevezetőben ki van fejtve egyik vagy másik, de ez körülbelül olyan, mint amikor a használati utasítását a berendezésnek olvasgatod és tanulmányozod, beteszed a párnád alá, megtanulod több nyelven, stb. Stb. De még a berendezést be nem indítottad. Hát akkor honnan van gyümölcs turmix? Hát azért lőjük be, összeraktuk, beletesszük a hozzávalókat, Isten, kijöntöd, és az fantasztikus. Tehát ez a tudás, amit a bevezetőben hallották 90 foknál, ez fontos, de akik ragaszkodnak a tudáshoz, és imádják a könyveket, szutrákat és egyebeket, azok látják, hogy a 90 fok körül járnak. És megszerzik a maximális lehetséges tudást, de tapasztalat az nincs. Tehát nagyon fontos, például volt egy ilyen mester, akit Gujinak hívtak, és ő nagyon komoly szutramester volt. Egyébként a zen tele van ilyenekkel, hogy szutramester volt, és valamilyen trauma érte, és akkor abból, ha jól jött ki, akkor zenmester lett.
Gucci volt az egyik ilyen. Az úgy történt, hogy rengeteg templomba meghívták, mert a szútrákat annyira jól tudta. És hallgatták, és behúnyt szemmel, és milyen fantasztikus, de jó volt, átadták neki a borítékot a végén, köszönjük szépen, menjen Isten hírével. Egyszer csak egy templomban, két dharma beszéd között, Gucci a kertben időzött, és jött egy bikuni, egy szerzetesnő. Hát az akkori társadalomban, meg a mostani buddhistában is, ezért a szerzetesnőnek egy előre kellett mindig köszönni, akármennyi évet töltött szerzetesnőként, ha fiatal szerzetesre látott, akkor is teljesen. Tehát az ilyen előbbre valóság és a hierarchia az a mai napig eléggé szoros, akkor még szorosan volt. És ez a bikuni, ez a szerzetesnő, ez bizony nem adott tiszteletet. Nem köszönt. Nem hajolt meg, sőt, még volt nála egy bot is. Hát ilyen botot a nagyon idősek, csak azért támogassák magukat a hegyi sétában, viselhettek, használhattak, de ez fiatal volt. Nem lehetett volna neki botja. Sőt, a boton voltak ilyen vaskarikák, amik így csörögtek, amikor odaverte. És Silcse Bikuninak hívták, és szépen elkezdett körbejárni Gucci körül, mint a Kossuth szobor körül, és minden lépésnél odaverte a botot a földhöz, és nagyon zajos volt. Gucci meg hát azért gondolkodott volna a következő szútra előadáson, és iszonyatosan bepörgött. Hát a reaktív tudata nagyon nem volt a helyén, és ők egyszerűen ráordít, mit csinálsz? Miért zajogsz? Azt mondja erre így szemtől szembe neki a bikuni. Nekem nem a szútra szavai kellenek. Nekem nem a buddha szavai kellenek. Nekem a te szavaid kellenek. És akkor Gucci megdöbbent, mert ilyet nem hallott az azt megelőző 10-15 évben. És annyira volt őszinte magához, hogy rálásson, hogy a saját szavai azok nincsenek meg. Nincs eredeti tanítása. Templomot bezáratja, tanítványokat elküldi, azok nem akarták elhinni. Aztán 3 napig ott rostokolta, Gucci bezáratta a konyhát, akkor mindenki elment. És utána az történt, hogy egy szolgálót megtartott, és bement a szobácskájába, és ezzel a kérdéssel gyakorolt, hogy mik a saját szavaim. Tehát mi az eredeti tan, ami nem írásfüggő. És eltelt egy év. És nagyon sokan jöttek, mert híre ment ennek, hogy Gucci bezárkózott, és antiszociális lett, és stb. És akkor egyszer csak, hogy kopognak az ajtón, a szokásos módon a szolgáló el akarta üldözni, hogy menjen innen, a mesterem nem fogad senkit, és nem is fog sokáig fogadni senkit se, távozzon. És erre azt mondja az idősebb szerzetes, hogy elnézést kérek, kérem, mondja meg a mesternek, hogy én vagyok Csolyong, Silcse Bikuni tanítója, és azért jöttem, hogy bocsánatát kérjen. Mert a tanítványom helytelenül viselkedett. Na ezt meghallja Gucci templomajtó kinyit, azon nyomban Csolyongot behívja és leülteti egy teára. És Csolyong azt mondja, hogy hát én szeretném segíteni a gyakorlatát, úgyhogy ha van valamilyen kérdés, akkor kérem, tegye fel. Erre Gucci azt mondja, nekem nem kellenek a szútra szavai, nekem nem kellenek a buddha szavai, nekem a te szavaid kellenek. És erre Csolyong fölmutatja az ujját. Ezt Gucci meglátta, elérte a megvilágosodást. Utána nagyon sokáig tanított, és amikor megkérdezték, hogy mi a zen, felmutatta az ujját. Mi a lényeg? Felmutatta az ujját. Mi a dharma igaz természete? Felmutatta az ujját. És aztán, amikor már kicsit idősebb lett, és elég sok helyre hívták, de akkor már zen tanítani, éppen távollétében jött egy vendég a templomba. És a fiatal szolgálója, aki évekig nézte, hogy Gucci hogyan tanít, fogadta a vendéget, és a vendég sopánkot, hogy jaj, de rossz karmám van, hát nem találkoztam a nagymesterrel, pedig a tanítását én annyira, de annyira szerettem volna megtapasztalni. Erre a szolgáló azt mondja, hogy ne bussuljon. Én azért elég jól tudom, hogy az emmester mit tanít, úgyhogy kérdezzen meg engem bátran. És akkor beöltözik a szolgáló kasába, ceremóniás öltözékben leül a vánkosra, kicsikét tudod így meditál előtte, és akkor a vendég föltesz, hogy mi a buddha? Erre a szolgálj. És a vendég leborul, és megköszöni, és boldogan távozik, és hogy megy le a hegyről, találkozik Gucci-val, aki éppen jön föl a templomba vissza,
és elkezd lelkendezni, hogy hát milyen fantasztikus szolgálója van magának, annyira tudja, annyira elsajátította, gyönyörű tanítást kaptam tőle, és így Gucci elnéz, hogy nagyon szépen köszönöm. Elköszönnek Gucci felé a templomba. Szolgáló! Igen, mester! Volt itt vendég? Igen. Tanítottad? Igen. Hogy tanítottad? Előkapja fogadalmi kését Gucci, minden zenmesternél van, levágja a szolgáló ujját. A szolgáló megdöbben, üvöltve rohan ki, és mielőtt az ajtót elérne, Gucci utána kiált. Szolgáló! A szolgáló megfordul, és akkor Gucci felmutatja az ujját. A szolgáló elérte a megvilágosodást. Köszönöm. Szívesen. Eljöv kérdés? Dokezőnyém bevezetőjéhez kanyarodnék vissza, hogy ezt a kört, ezt lehet ismételni? Vagy ez működhet spirálisan? Vagy? Állandóan ismételjük! Állandóan, mert olyat még nem volt, hogy szépen lineárisan végmentünk volna rajta. Tehát emberből vagyunk, nem robotból, tehát nem tudod ezt, hogy 1, 2, 3, 4, 356, 357, 358, 59, 60, kész, nem. Ugrándozunk. És közben halad az idő. Tehát, hogy te ehhez milyen geometriát gyártasz, az a te dolgod. De csináljuk folyamatosan, róljuk. Ha már neked nagyon megy, akkor hívjál magaddal másokat is. Be a kör közepébe. Nem! Oda többet vissza nem állunk. Innen egy órányira van Miskolc, mit adhatott, úgyhogy azt tudjuk, hogy nem állunk vissza a kör közepére. Szépen járjuk az utunkat. Oké? Okay? Szívesen. Mondtad előbb ezt a történetet az ujjával a szerzetesnek, hogy érte el a megvilágosodást. A Szívszútrára visszautalva, hogy az elején van egy ilyen, hogy a forma üres, az üresség forma. Mm. És ugye úgy tanítják az zazenben, hogyha felvesszük a tökéletes tartást, akkor megjelenik a tökéletes tudatállapot. Ez japán tanítás. Igen, erre lettem volna kíváncsi, hogy a japán zenben ez így van, tehát hogy azt mondják, hogy maga a zazen tartás, az a buddha állapot. Ez igaz, csak a koreai egy lépéssel tovább megy. Helyes tartásban kell ülni a meditáció alatt, de nem az egyetlen buddha állapot ez. Tehát akkor felállsz, és szépen tovább viszed, és ugyanazt a tudatot kiviszed az utcára, amikor jársz. És ugyanúgy megpróbálod megvalósítani, amikor beszélsz, vagy cselekszel. Ezért az előző kérdések egyikére mondtam, hogy amikor a mi ez, a hadú befelé irányul, az egyéválás tapasztalatra irányul, akkor ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, és a többi folyamatosan megállás nélkül mi ez. Most a formális meditációt, azt végezzük helyes tartással, de nem ez az egyetlen buddha tartás. A buddha természeted az nem áll össze csak a lótusztól, és nem megy szét attól, hogy fölállsz a lótuszból. Ez nagyon fontos. Tehát mindig, minden pillanatban. És a továbbvitel ennek, hogy álomban és ébrenlétben, testben és testen kívül. Tehát, hogyha álomban bejön a kérdés vagy a mantra, akkor tudod, hogy a gyakorlatod a helyén van. Jóval tovább mutat ez a puszta lótuszülésen. Inspirációt érzek az utatok iránt, és hát már a koromból, meg a 115 kilomból, meg minden nehéz egy lótuszülést is megcsinálni. Akkor szamurájként fogsz lovaglóülésben ülni, vagy ha sem megy, akkor strandlabdán, széken, dupla-tripla matracon, és a többi. Tehát itt nincs akadály. Itt nincs akadály. Mi 115 kilós a tested, vagy a tudatod? Mind a kettő. Ha ragaszkodsz a testhez, akkor a tudat nem halad. Oké? Okay? Tehát a tudat súlyát nem ilyen kis taposó mérleggel mérjük. Azt tud sokkal könnyebb lenni, sokkal nehezebb is. Hát, hogy sokan ragaszkodnak, és azt látják csak, hogy az ülés, meg minden, és akkor az olyan, igen, az már kilibbent a dolgokból. Az kilibbent, az biztos. Megköszönöm mindenkinek a ma esti kitüntető figyelmet. Holnap 9-12 óráig workshopon lehet részt venni, a részleteket nem sokára elmondjuk. Tisztelettel kérek mindenkit arra, hogy adományaival támogassa tevékenységünket. Ezt ott abban a sarokban az adományos leden keresztül lehet megtenni, és itt van lehetőség esetleg könyvek vagy malák megvásárlására is, hogyha valaki ezt szeretné. Remélem azt, hogy minél többet gyakorolhatunk együtt,
elérjük közösen a felébredést, mert mindannyiunk lehetősége közé tartozik, és ezáltal segítünk magunkon és ezen a világon egyaránt. Köszönöm a figyelmet!